Ha az eddig a KSC Szekszárd által a Sopron ellen elvesztett hazai meccseket vesszük számba, e hétvégi bajnoki találkozó volt az, ahol legközelebb volt a szekszárdi csapat a bravúrhoz, és ez volt az a meccs, amelynek jelentős részében felül is múlta a Szekszárd a kontinentális elitbe tartozó kétszer is Euróliga elődöntős ellenfele. És ezen a meccsen úgy kosarazott a Szekszárd, ahogy tavaly még erősebb kerettel jó néhányszor a bajnokságban és a kupában, de a most futó szezonban talán még egyszer sem, talán ez is az oka annak, hogy több rangadót is elbukott már a csapat az alapszakaszban. Jó volt látni ezúttal ezt a rabaszul kemény védekezést és azt a bátor szellemes bevállalós támadójátékot, ami három negyeden át magával hordozta a bravúros győzelem lehetőséget. Hemzsegtek a csapaton belül a több mint jó teljesítmények. Ezúttal a második számú amerikai játékos a 10 pontig jutó Marshall emelhető a többiek fölé, mint a csapat talán végig kiemelkedőt nyújtó tagja, aki egy picit még adós ezzel a jó teljesítménnyel. Végig szorongattuk a Sopront, közel voltunk ahhoz, hogy mi nyerünk ezúttal a végjátékban, de nem sikerült. Az ellenfelünk megmutatta, hogy ha kell, akkor valaki mindig képes olyan extra megoldásra, amire nem lehet felkészülni, és amire már nincs idő válaszolni. Nem vagyok szomorú, mert ezen az esten olyan színvonalon és iramban játszottunk szinte végig, amiből lehet építkezni a későbbi nagyon fontos meccsekre. A Sopron extra légiósainak egyike, Crven Dakic cool szerepet játszott villanásaival a meccs véghajrában történő soproni megfordításában. A Szekszárd úgy játszott szinte végig, hogy már a meccs elején éreztem, itt most csak úgy nyerhetünk, ha a legjobb tudásunk szerint játszunk, mint például egy Euróliga meccsen. És erre a szintre az utolsó 10 percben föl tudtunk pörögni. Ez volt az a vereség, amit a KSC Szekszárd vezetőedzője is a látottak tükrében el tudott fogadni. Gyoki Dzsejko csapata ezen a meccsen már valóban nemzetközi nívón játszott, oly módon, ahogy ebben a szezonban talán egyetlen győztes meccsen sem. Kb. Azt tudom mondani, lehetetlen volt védekezni. 10 métertől ott középen, utolsó másodpercekben, mikor tud, lehet faul csinálni, ez a gyógyszer, de két másodperc támadás vége előtt utni faul 10 méterben, ez se annyira okos. Úgyhogy ő bedobta ez a 2-3-as, és ez a talán ez a 6 pont, amit különbség. Mi sajnos nem dobtunk vége felé pár szituációt, amit jól lenne, ha bedobjunk. Ezek a sorozatban jelentkező kiérzett meccseken miért ne mennének be már legközelebb? Ez már legalább annyira a fortunán, mint a pillanati felkészültségen múlik. Minden esetre biztató, hogy már most januárban felvillantott, nem is keveset, a tavalyihoz képest azért gyengülő KSC Szekszárd abból, ami az igazán későbbi sikeres szereplés alapfeltétele. Ez egy olyan processben vagyunk, amit hosszú távon kell gondolkozni, de mai meccs azt mutatta, hogy nagyon erős Sopron ellen tudunk partiban lenni, és ez a legfontosabb.